Már az ókorban is készítettek az emberek nyomott, festett szöveteket, de a mai értelemben vett textilnyomás csak 1702-ben jelent meg Európában. Magyarországon a 17. század végén már működött kékfestőműhely. Az ipari forradalom idején a hengernyomás feltalálása megalapozta a nagyipari nyomás technológiát. A textilnyomás művelete folyamatossá vált. A hengernyomógépek a 19. század végén honosodtak meg Magyarországon, és az 1980-as évekig működtek. Textil gépszerelőnek tanultam, úgy érettségiztem, és hát akkor szerettem meg ezt a szakmát, és úgy döntöttem, hogy tovább tanulok, tovább kéne képeznem magamat, mert érdekel. Aztán így kerültem a könnyipari műszaki főiskolára, ahol mint textilipari mérnök végeztem. Először a üzemi területen dolgoztam, szövőde technológusként, a technológiai ismeretek megszerzése után pedig már inkább kacsingattam a gyártmányfejlesztés fele, hisz szerettem rajzolni is, érdekelt, hogyan készül el műszaki adatok alapján a termék, hogyan lesz megtervezve, és hát az idő úgy hozta, hogy lett helyem a gyártmányfejlesztésen, és ezt szeretem csinálni. A síkfilmnyomás a 20. századig váratott magára. A mintázási eljárás hazánkban 1960 körül terjedt el. Ez az a pillanat, amióta az ipari méretek miatt professzionális szakemberekre kell bízni a textiltervezést. A textiltervező feladata, hogy környezetünket kellemesen, esztétikusan és célszerűen alakítsa. Fontos, hogy nyitott legyen a divatos szín és formai irányzatokra, a kereskedelmi újdonságokra és a fogyasztói igényekre. De ugyanennyire szüksége van saját ötleteire, ha új színárnyalatokkal kísérletezik. Nagyon fontos az, hogy egy jó rajzot készítsünk. Egy elgondolásból, egy akár vevő vagy saját kútfőből származó ötlet alapján tényleg egy kontúros, vonalas rajzot, amit később aztán a másik eszközzel, a számítógéppel, tehát ez a mai világban elengedhetetlen, nagyon jó textil tervező program segítségével aztán gépre tudunk vinni. De én úgy gondolom, hogy mindenek előtt nagyon fontos egy jó rajz. A tervező részt vesz a kollekciók kialakításában, a színminták fejlesztésében, a gyártás technológia kiválasztásában. Bárhol is dolgozzék, mindenhol nagyon jól kell rajzolnia, s a színek dolgában nemigen szabad tévednie. A tervezésnél előfordulnak olyan dolgok, hogy a papíron megtervezett termék nem valósítható meg egy az egybe a szövőgépen. Ilyen esetben, mint az orvosok, konziliumot ülünk a téma fölött, és megkeressük azt a megoldást, ami az esztétikában, látványban a legkevesebb módosulást okozza, és a termék gyárthatóvá tehető. A technológiával tisztába kell lenni. Nagyon nyilván nem olyan mélységekig, mint egy technikusnak vagy egy technológusnak, de nekem tökéletes beszélgető partnerének kell lenni egy technológusnak, mert hogy az én terveim nyilván azon a szinten úgy tudnak megvalósulni, amit én elvárok, hogyha pontosan tudom a buktatóit a kivitelezés során. Találkozhatunk a tervezővel a ruhaipari nyersanyaggyártásban, a szövődékben, a textilnyomóüzemekben, a hurkolóiparban, a bútorszövet, szőnyeg és textil padlóburkológyártás üzemeiben, a műszáliparban, de még az autógyártásban is. Dolgozhat vállalati alkalmazottként, szabadfoglalkozású alkotóként vagy vállalkozóként. A tervező részt vesz a kollekciók kialakításában, a színminták fejlesztésében, a gyártástechnológia kiválasztásában. A mintatervezés során gyártmányfejlesztő szinte minden üzemrészsel kapcsolatot tartok. Elsősorban, ha már úgy épült fel a dolog, hogy a mintatervezés kezdete, akkor a kereskedőkkel, onnan jön a vevő információ, aztán a közvetlen munkatársaimmal, a technológia dolgozóival, és hát miután ezeket a mintákat is le kell szőni, ezúton a üzemi dolgozókkal is kapcsolatot kell tartani. Én végig bérmunkáztatom a textiljeimet, tehát gyakorlatilag én kitalálom, megcsináltatom a kliséket, amiket én csinálok, effektíve én készítek elő, majdan leművezetem, ott vagyok, amikor nyomják, beleszólok, hát és akkor jönnek a kompromisszumok. Tehát igazából, amikor a végtermék megszületik, ha az 70%-ba az én elképzeléseimet utánozza, akkor én nagyon boldog vagyok. Ha külföldön tervet eladok, az egy egész más dolog.
akkor ott nekem már nincs beleszólásom a technológiába. Azt ott megveszik, és azt ott megvalósítják. És annak a végeredménye feltehetőleg nagyon sokszor eltér az én elképzeléseimtől, de nekem nagyon kellemes tapasztalataim vannak, mert sokszor sokkal jobb lett, mint amit én gondoltam. A szín és formaérzék mellett szükség van a fantáziára és játékos kedvre is ahhoz, hogy a textiltervező sikeres legyen. Emellett azt is tudnia kell, az önmagában zseniális ötleteket vajon a gépsoron meg tudják-e valósítani a mérnökök és a szövőmunkások. Nem elég, ha az új kreáció tetszetős. Tudnia kell, hogy amit tervez, szériagyártásban készül. A terméknek pedig ára van, mégpedig azért, hogy el lehessen adni. Ha valami indokolatlanul drága, arra a megbízó gyakorta nemet mond. A tervezőnek esztétikai, technológiai és gazdasági szempontokat is figyelembe kell vennie alkotó munkája során. Kontaktálok a kisüzem nyomómunkásától kezdve a másik kisüzem festékkeverő munkásától keresztül a vevőig, szervezem a kiállításokat, kontaktálok a média embereivel, mert hogy ezt el is kell adni, ez a legnehezebb. Tehát azt mondom, hogy 90%-a a menedzsment a munkának, és 10%-a, és ez egy nagy szomorú arány, de ez az igazság, 10%-a a produktum. És azon belül is nagyon komoly százalékos arányok vannak a tervezés rovására, ami egy nagyon szomorú tendencia. A tervező zárt térben, általában számítógépen végzi munkáját. Az ülő munka miatt leginkább a gerince, a szeme és az ízületei vannak terhelve. A tervek elkészülte után gyakran személyesen is ellenőriznie kell a gyártást a gépsoron. A vásárokra, a divat folyamatokat bemutató eseményekre el kell járnia, ami sok idejét felemészti. Ha a megbízó későn adta a megbízást, gyakori a túlóra és a stressz. Aki vállalkozásban tervez, vállalnia kell a közterheket, és tisztában kell lenni a fizetési határidőkkel. Az az ideális eset, hogy ide jön valaki és azt mondja, hogy ő most megálmodta ezt és ezt és ezt, ő ezt szeretné, ez nagyon ritkán fordul elő, egyre ritkábban. Mert hogy nagyon nagy a kínálat. Tehát iszonyatos versenyben vagyunk, és a külföldi cégek reklámpolitikája nyilván, ami mögöttük áll, az sokkal erősebb, mint a miénk. A jövő textiltervezői a szakközépiskolákban szövetmodellezést, mintatervezést, kötéstechnikát tanulnak. A középfokú végzettséggel rendelkezők egyes iskolákban 2 éves textilrajzoló és modelltervező asszisztensi képzésben vehetnek részt. Az okleveles textiltervező művészek a Moholy Nagy László Iparművészeti Egyetemen szerezhetnek diplomát. A képzés ideje 10 fél év. Itt a hallgatók művészetelméleti, művészettörténeti, társadalomtudományi ismereteket sajátíthatnak el. Hogy kiknek ajánlom a szakmát? Mindenképpen nagyon komoly akaraterővel, nagyon komoly kitartással rendelkező embereknek, akik szeretik ezt a típusú anyagot, tehát szeretik a textilt, mert azért ez egy ősi foglalkozás. De arra mindenképpen föl kell készülni, hogy teljes vertikumába kell felvállalni a szakmát. Tehát, hogy nem elég az, tehát ez egy álom, hogy én otthon ülök és tervezek, vagy egy design stúdióba ülök és tervezek, ilyen nincs. Tehát kell tudnom magamat menedzselni, magamat eladni. Fel kell készülni arra, hogy ez egy nagyon komoly fizikai és szellemi megterhelést igényel.